Két mikroorganizmus létezik a testünkbe, amiért érdemes odafigyelni. Az első a probiotikum. A probiotikum egy élő organizmus, én személyesen a bélbarátainknak nevezem. A legtöbb probiotikumot az érlelt ételekből, a fermentált ételekből kapod meg, mint például a savanyú káposzta, a naturjoghurt, de sokkal több probiotikum létezik a természetes natur kefirbe. A probiotikum segít az ételek emésztésébe, és nagy szerepet játszik a testünkbe való gyulladás csökkentésébe. A második élőorganizmus a prebiotikum. A prebiotikumra nagyon szükségünk van, mivel hogy a prebiotikum által tápláljuk a fontos bélbarátainkat, a probiotikumokat. A legtöbb prebiotikumot megtalálod a zöldségekben, növényekben, mint például nagyon sok prebiotikum van a keresztes virágú zöldségekben, legyen az káposztafélék, brokkoli, karfiol. De nagyon sok prebiotikum található egy keményítőbe, az édes krumpliba. A prebiotikum, mint ahogy mondtam, táplálja a probiotikumot, és a prebiotikum is segít az emésztésbe, és ugyanúgy segít a gyulladás csökkentésébe. Fontos tudni, hogy mind a két mikroorganizmusra szükségünk van a testünkbe. Érdemes megtenni mindent, hogy ügyeljünk a mikroorganizmusunkra, ügyeljünk a bélbarátainkra. Ha érdekelnek rövid, tömör videók az egészséges táplálkozásról, az egészséges életmód optimalizálásáról, kövess és optimalizáld te is az életedet!